Néhány nap múlva olyan választáson veszünk részt, amely az elmúlt 34 évben még nem volt. Ugyanis egyszerre voksolhatunk, hogy ki legyen a polgármester, ki minket a vármegyei, a települési, esetleg a nemzetiségi önkormányzatban, valamint az Európai Parlamentben. Ez egy kicsit nehéz feladat elé állítja a szavazókörökben dolgozó bizottságokat, a felkészítőket, szerintem a pártokat is és nyilván a választópolgárokat. Én úgy gondolom, hogy külön-külön is mind nagyon fontosak ezek a választások. Azért kötöttük össze az önkormányzati választást, vagy választásokat, a parlament, a európai parlamenti választásokat, mert látjuk, hogy egyébként a választási részvétel, vagy a hajlandóság meglehetősen alacsony lenne ha csak az európai parlamenti választások lennének. Ezért úgy gondoltuk, bár a ciklus még nem fejeződik be, majd csak szeptember 30-án töltik ki a mandátumjaikat a polgármesterek, illetve a megválasztott képviselők, megyei önkormányzat, megyei önkormányzat elnöke. Mégis úgy gondoltuk, hogy ha egy kicsit előre lép hozzuk az ősszel esedékes választást, akkor a választáson való részvételt meg tudjuk egy kicsit emelni. Potápi Árpád János államtitkár a Térség Országgyűlési képviselője elmondta, hogy ebben az önkormányzati ciklusban az egyik legjobb kormányzat által hirdetett támogatási lehetőség az 5000 lélekszám alatti településeken a magyar falu program volt. Összesen a magyar falu programban az én körzetemben közel 5 milliárd 150 millió forint fejlesztési összeget tudtak elnyerni a, a települések. Ez azt gondolom, hogy nagyon sikeres. Szinte nincs olyan település, akik valamilyen pályázaton ne nyertek volna az elmúlt időszakban. Arra is próbáltunk odafigyelni, vagy én különösen odafigyelni, hogy a fejletlenebb településeken, élők, illetve azok az önkormányzatok jelentősebb fejlesztési forráshoz tudjanak jutni. Tolna vármegye második számú egyéni választókerületének központja Dombóvár, a térség másik meghatározó városa pedig Bonyhád. Mindkét város esetében én azt hiszem, hogy az a fontos, hogy olyan, olyan beruházásokat, vállalkozásokat tudjunk itt támogatni, amelyek kis vagy középvállalkozások, akik néhány száz embert foglalkoztatnak maximum, viszont a helyi gazdasági életben, adóbevételben nagyon jelentősen segítik az önkormányzatot, illetve a településeken ott élőket. Ebből a szempontból mind a két városban sikerült előrébb jutnunk. Éppen néhány nappal ezelőtt a, a szekcsői Dombovári Ipari Parkban egy új létesítményt mint tudtunk átadni. <coughs> Bonyhádon is látjuk az ipari parkunknak a folyamatos fejlődését, úgyhogy szerintem ezt az itt élő emberek is tapasztalták. Az államtitkár és országgyűlési képviselő hozzátette, hogy Magyarország érdeke, hogy minél többen vegyenek részt a választásokon, és ő maga azon dolgozik, hogy a Fidesz-KDNP minél jobb eredményeket érjen el.